Start! Rögtön meglepetéssel indul a program az Auguste, hiszen Discovery elvének komoly gondjai voltak a start előtt, és ez legalább egy 40-60 méteres mínuszt jelent a számára az indítás megelőzően. A többiek jól kezdtek, elsősorban Daenerys, aki ott van már is az élen Horváckival, mellé kívülről Danubia Lux fog felzárkózni, Dumbo K, Dulcinea del Toboso, Chili González MD érkezik, illetve Duchess of Pearl, és óriási sebességgel Discovery elvé utolérte a többieket, megérkezik a front mögé, és egyelőre tartja is a 6.-7. hely magasságában őt Lakatos Árpád. Menet közben a frontban változás, Danubia Lux gyorsított, átvette a vezetést, a tempó pedig egyáltalán nem mondható lassúnak ennek a mezőnynek a tudásához képest. Danubia Lux és Daenerys kettőse még mindig a frontban, 3-4 hosszal mögöttük Dumbo K, majd érkezik Dulcinea del Toboso és Duchess of Pearl, majd Discovery LV, illetve Chili González MD. Discovery LV, tehát nagyon hamar ledolgozta a hátrányát, most megint csak úgy néz ki, vagy úgy nézett ki, hogy nem lesz túl szerencsés, hiszen föl kellett volna vele vállalni a harmadik spurt, Lakatos Árpád azonban úgy dönt, hogy inkább egy kicsit megfogja, és oda bevitte Duchess of Pearl háta mögé, aztán majd most, ahogy jön kifele a kanyarból, megy majd kívülebb. Ami azért illeti Danubia Lux vezetni tud, mögötte pedig ott van Daenerys jelen pillanatban, majd Dumbo K követi őket a harmadik helyen, és úgy tűnik, hogy Dulcinea del Toboso is be fog jelentkezni egy jobb helyezésért, Tencer Tamással jelen pillanatban ő a negyedik, ők el is szakadtak a többiektől, ami pedig a hátteret illeti ismét hibázott Discovery elvé, úgyhogy minden bizonnyal ez már a versenyébe került is, hiszen bemondták, hogy diszkvalifikálva van. Érkeznek az utolsó kanyarra, elől nincsen változás, a Danubia Lux vezetni tud mögötte, pedig ott versenyez jó helyzetben, még mindig Dulcinea del Toboso is. Jó, most már az utolsó 300, Danubia Lux előnye 2 hossz, bent a falon Dumbo K, kicsit kijebb sodorodva, de Daenerys is jól tartja magát, és Dulcinea del Toboso, várhatóan ők csatáznak majd a győzelemért, illetve a dobogós helyezésekért. Bár Danubia Lux egyelőre elég erősnek tűnik, és komoly veszélyben talán nincs az elsősége, Daenerys kezd egy kicsit fáradni, Dumbo K elindítani próbál egy hajrát, és azért még 50 méter hátra van Dumbo K, talán közelít, de Danubia Luxban van még annyi, hogy ezt a támadást kivédje kívülről, Dulcinea del Toboso is érkezik, de Danubia Lux hazaér nagyjából fél hosszal a célban. Dumbo K második, Dulcinea del Toboso a harmadik, Daenerys következik negyedikként, ötödik pedig Duchess of Pearl.